Fú, ez undorító, nem lehetne kicserélni valamire? Mit? A kordinget. Mert kording? Mindig ezt kell fölvenni. Recording. Te jobban szereted a kockásat? Egyébként igen, de az anyagával van a bajom. a mintájával. Elavult. Egy jó kis izé favágó flaneling. Kiment a divadból. Kordal jár. Kordál magad. Gyuri bácsi nem engedni. Kordában tartja, igen. <laughs> Jól van. Kedves hallgatók, ez az Osztály, 108. adása. Stúdiónkban... Nagy csend. A fortól megkaptuk az angyali üdvözletet. Na, kapunk elektromos... Várjál, musztángot már kaptunk, mit lehet még? Elektromos raptort, az is van, nem? Megvan, megvan, villangyal. Gyá! <klesz> <Haha. hlsz> <Ja -haha>. Villangyááá! <klesz> Tehát, Nemrég olvastuk azt a hírt, hogy a Ford villanygyalokat fog alkalmazni. Villanygyalut? Villangyalt. Ez a villanytöltő vég végpont ellenőrző brigád Oda repül meg nyalja? Szerintem ezt nem nyalogatják annyira. Akkor hogy ellenőrzik? Oda mennek és bedugják az összes, tehát hogy úgy, úgy képzeljem el, hogy van egy villanyautó, azzal járnak országszerte, milyen országban jut eszembe? Mindegy, erről megbeszéljük. Ja, csak Amerika. Jó? járnak országszerte. Nem, hát F-150-essel járnak, hiszen Amerika. De abból van villany? Most már van. De remélem ilyen hibrid, hogyha esetleg rossz töltő, akkor tud tovább menni. Az F-150 Lightningről van szó, ami az elektromos trak, amiről beszéltünk egy pár Jaj, tényleg. Akarjában. Elfelejtettem. Az a Ride the Lightning. És tehát, hogy ilyennel járják, és akkor odaállnak egy ilyen villanytöltő állomáshoz, ahol mondjuk van 20-30 töltőpont, így képzelem Amerikát, hogyha nálunk mindenből kettő vagy 40, akkor ott gondolom 20 vagy 40. Egy ilyen helyi Lidl az mi a Walmart parkolójában, akkor tényleg ilyen nagyságrendet képzek, és akkor mindegyikhez egyenként oda tolatnak, és bedugják a madzagot, hogy megy, nem megy. Így ez, a, amit csinálnak? Nem mindegyikhez, csak azokhoz, amivel le vannak szerződve. A Ford Pass Charging Networknek a végpontjait vizsgálják, hogy a villámot tudják-e tölteni. Tehát a Fordnak ezek szerint akkor van egy ilyen villanytöltő hálózat szerződése, de a Fordnak nincs is saját töltője, nem? Nem olyan, mint a Tesla, hogy van egy Supercharger hálózat a saját. Nincs, nincsen harmadik feles töltő társaságokkal, úgy, mint az Electrify America, vagy a Chargepoint. Ez <laughs> <Az> a <kocsmáros. gül> ha? A harmadik feles töltő. Nem, az Béla bácsi, aki a harmadik feles tölti. <laughs> Igen, bocsánat. Szóval harmadik feles töltő szerződésük van. Tehát ha veszel egy Fordot Amerikában, akkor kapsz egy ilyen Ford töltő kártyát, így képzelném, és akkor azzal, mint a Superchargereknél így beállhatsz a leszerződött töltőhálózatokhoz, és akkor ez a villangyal, ez azt csinálja, hogy körbejárja azt a 13.500 darab töltőpontot, és akkor mindegyiket tudom, nem megnyalogatja, hanem kipróbálgatja egyenként. Igen, igen, valószínűleg. Azért ez Pesti úgy mondjuk, hogy baró meló. Mert Amerikában két dolog van, amitől ez a munka ez borzalmasan unalmas tud lenni. Egy, beállsz a walmart és a 40-et végig dugdosod. Kettő, a következő már 100 kilométerre van. <laughs> Mész a semmibe. Uha. Az izgalmas ebben, hogy Volkswagen tulajdonában áll a... Élekrőfája Amerika. Amerika. Hm? Így, így van, amelyik le van szerződve a ford -a. Tehát itt egy mindenkiért, mindenki egy ellen. De durva! Ilyen lesz Európában is? Vajon? Szerintem itt jelenleg még nem okoz problémát az elektromos autók elterjedtsége. Pont a héten olvastam egy elemzést arról, hogy Nyugat-Európában egyébként nagyon szépen terjed, Hollandiában 100 kilométernyi hálózatra 47 darab villanytöltőpont jut, ugyanez Lengyelországban? 47 villanytöltőpont jut. Összességében. Azt hiszem kettő, vagy valami ilyesmi. Hát nagyságrendileg majdnem, igen hogy így nem, nem jól összehasonlítható. Egész Európában van valami 200 ezer töltőpont most. Hmm. Csak ugye ez koncentrálódik elég erősen a nyugati oldalra. Egy helyen van valahol ennyi. Igen, igen, igen. Az amsterdami Walmart parkoló, igen, ráéreztél. <laughs> Nagyon sokan húzogatják oda a 100 méteres töltőkábeleket, mert már nem tudtak közel parkolni. Ja. Nem. Aj, de hát nem, hát az autó amúgy is egy ilyen elavult eszköz. A villany mobilitásnak Igazából még mindig a legjobb megoldása az elektromos roller. Ja, nem. Mert azt nem Ö... te töltöd. Ha, miért? Ki? Ha a szolgáltató, megoldja. Ja már a bérelhetőket, igen, 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 persze, jó, nem. Mellettünk a Szomszéd utcában van ilyen villanyroller töltő aki nappal kajafutárként dolgozik, éjszaka pedig ugyanabban az autóban szoktam látni egyszer egy ilyen, nem tudom mennyi, egy fél tucatnyi lime roller van bezsúfolva a csomagtartójába, és egy lengőkábellel kivezetve a csomagtartóba, az utcán álló autó csomagtartójába az áramot tölti őket. Balesetvédelmi szempontból jónak tűnik. Nem tudom pontosan, hogy hívják őket, valami bördi. Ők adják a bőrdi nam, -nam a, a kis cuccoknak. Ja, lime, lime, akkor nem, akkor ők a villanycsavarók. De ráadásul a panda tölti a lime -ot. Mert most már nem lett pincér, hanem futpanda. A futpanda nyalogatja a lájmokat. De különben hülyék voltak, mert volt szerintem jobban lehetett volna. De... <laughs> ez minden bizonyal az embernek az önálló akciója, mert ezért pénzt kap, hogy feltölt. Persze, hát két sínyalogat. műszakban dolgozik. Tehát ez egy rendes munkakör, hogy elmegy, begyűjti, föltölti, aztán reggel kiviszi a helyére. De ez teljesen izé ön bevállalós. Nem mondod, hogy ez ilyen önszerveződő, hogy aki akarja, de, de, bevállalja. De, de te is fogod magad, regisztrálsz, mint villanytöltőkábel, és oda tologatod a rollereket, ezt föltöltöd magadnak. De kapsz érte pénzt? Vagy kapsz valennek... érte pénzt, persze. Költségtétést, meg, meg még pluszba valamennyi pénzt is adnak érte. Na hát én ezt nem tudtam, hogy így működik. Úgy képzeltem, hogy ez meg van szervezve valahogy rendesen. Hát így van, megszervezve. Elég sokan választották a fizetés kiegészítéseme a formáját. Jó is. Szerintem főleg azok, akik hozzáférnek olyan villanyos ajzathoz, amiért nem ők fizetnek. Az éri meg a legjobban, nem? Ilyen biztos nincs. Mondjuk a, a lépcsőházban levő konnektorról tölteni az egésze. Társaság fizeti. Nem szép, ne sugalja el ilyet. Mindenesetre a Bird, ami ugye a limehoz hasonló bérroller szolgáltatás, és itthon is elkezdett terjedni, ha jól láttam, Amerikában be akarja vezetni, hogy a járdán vezető rollereseknek elkezd idegesítő csipogás kíséretében. Teljesítménykorlátozásokat bevezetni majd, hogyha még mindig a járdán megy, akkor annyira lelassítja a rollert, hogy gyakorlatilag le is állítja. Ilyen nálunk nincs, mert bőrde az most már van nálunk is, az az MBM-mel együttműködésben adott ilyen félállami a rollertársaságunk, társaságunk. a nagy szürke, nem az a csúnya zöld, hanem a szürke. Itthon ilyet nem tud? Még szerintem nincsen bevezetve, de. Úgyhogy ez egy ilyen szabályozási probléma is, hogy. Így van, hogy szabad-e egyáltalán menni a járdán, és. Hát és vagy éppen az úton, -e mert ki? mondjuk, hogy bevezetnéd nálunk is, hogy a járdán nem mehet, de az úton meg nem biztos, hogy szintén megengedném, és akkor így... Hát a főútvonalakon biztos, hogy nem szabad ilyeneket használni. Igen, de ha a járdán lenne, akkor mi van? Akkor úgy a főútvonal környékén nem mehetsz volna rá. Hát kell egy VR szemüveg, ami mutatja, hogy hol mehetsz. Ja, hogy így elédvetíti. VR szemüveg? Ha, megmutatja... Elédvetíti. Real time, hogy te itt mehetsz de akkor az inkább AR legyen, ne VR. Tehát ugye valóságot de is most, most hozzá. igaz, 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 igaz. VR se lenne rossz, mert akkor rögtön már ilyen kis pöttyöket lehet fölszedni. és nem félsz közben, hogy neki mész a kamionnak, hiszen nem látod, igen. igen, igen <laughs> lehet, igaz, hogy egyszerűbbé a, a igen. Vagy ilyen oh, virtuális dumot lehetne játszani. Hogy Rollerrel? Kicseréli. Persze. Kicseréli a, a, szörnyeket, vagy illetve az autókat kicserél szörnyekre, amiknek nyilvánvalóan nem akarsz neki menni. Ez ilyen, egy életes játék. És mi van, ha valaki Carmageddonon szocializálódott, és mégis direktben azt akarod? Olyankor a Darwini evolúció lép életbe. Na esetre ahhoz, hogy a Bird ilyenre képes legyen, nem elégséges a hagyományos, mondjuk telefonban használható GPS. Nem hát. Ahhoz ilyen már-már lézerpontosságú GPS kell. Pontosan centiméter szintű GPS szükséges hozzá, amely eléggé elterjedt már a mezőgazdaságban, de itt még egy zajós városi környezetben, már mint. Igen, ezt magyarázd meg létszél, hogy mi köze van a zajnak a GPS működéséhez. Az elektroszmogra gondoltam itt a, a zajja. Ott nyilván sokan nehezebb ezt Egy Sok én, elektromos hiszen... zavaró körülmény által befolyásolt. Illetve hát a magas épületek miatti kedvezőtlenebb rálátások miatt is, hiszen nem minden műhold látszik olyan jó minőségben egy városban magas épületek között, mint mondjuk a pusztában, ahol egy gémes kútnál nincsen magasabb obzsé. Emiatt a szabványos GPS koordinátákon kívül még különböző viszonyítási pontokhoz háromszögeli be magát a jármű, és ahhoz képest számolgatnak különböző egyébként már rég volt a létező algoritmusokkal. Mi ez? McDonald's, Tesco... Mik a viszonyítási pontok? Posta. Állítólag városonként elég néhány hely, amihez viszonyítaniuk kell. Ehhez annyira nem értek, de a Bird már Milwaukee, San Diego után Madridban is fogja csinálni ezt. Közelednek, közelednek. Közelednek bizony. És utána, ha minden jól megy, akkor a teljes flottájukra kiterjesztik, már most ígérgetik. Remélem, hogy ez az után fog történni, amikor már végre a kreszben egyértelművé válik a rollerek státusza. Igen, ez tényleg egy komoly versenyhátrány lenne nekik, hogyha ezt mondjuk Budapesten bevezetnék, mert itt a vilnai rollerek túlnyomó része az jelenleg a járdán közlekedik, és az autósok nagyon nem is szeretik őket, mert az úthálózatunk nem arra van kitalálva, hogy ők a kátyukat kerülgessék A járdáink sem. Az sem, de hogy honnan meg saját maga a szolgáltató írtja le, az Azért az öngyilkosságnak egy ilyen minősített esete, már úgy értem, hogy üzleti szempontból bármennyire is szeretném, gyalogosként megfontolandó. Hmm. Ha más -a nem jó, arra jó az a megoldás, hogy végre hallod, amikor jön ez a nyomorult útról hátulról. De tudod, hogy ezt a magyarok hogy fogják használni, majd egyébként, hogyha ha interregnum lesz, egyrészt csengő másrészt meg úgy, hogy ilyen zévonalban fognak közlekedni folyamatosan, hogy ki kimennek az útra, 20 méter, föl a járdára 50 méter, így, 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 az utolsó energiájával kigurulnak a fűtrak. Így, 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 Én ilyen szlalomozásra gondoltam. Az se És akkor így, így elvitorláznak. Uh -huh. Ki megy, fölgyorsul, aztán kicsit lassul. Fölgyorsul, pittyekbe lassul. Fölgyorsul. Hm? Ez nagyon magyaros lenne. Uh -huh. Hát jó. Hát bámulatos hol tart már a tudomány. Az biztos. Egy másik izgalmas hírünk az az volt, hogy készült egy olyan kétlábú robot, ami képes sokkal, de sokkal pontosabb egyensúlyozásra, mint a korábbiak, és ezt úgy éri el, hogy a karjai valójában nem karok, hanem hát ilyen kis mi ez, drónszárnyacskák, amivel nagyon pontosan tudja magát egyensúlyban tartani, és nyilván nem lenne igazán nálunk helyük, hogyha nem tudnának repülni is. Kicsit olyan, mint amikor te a kezeddel csapkodsz a hullámzó vízben? Azt tudja csinálni vele? Így. Tehát egy kicsit kalimpál. A, ez a hivatalos megfogalmazás, hogy kalimpálás. Aha. Te nézted ennek a robotnak a formáját? Ugye ez ilyen lábú, de alapvetően két ilyen strutslábon van egy boiler elhelyezve, és abból nő ki két t kar, aminek így különösebb értelme nincsen, csak kalimpálni lehet vele. Te nem láttad még én. ezt a formát valahol? Nekem ez a forma már a szemből nézeti képe, az egyértelműen a robotzsarú mennyi? Talán kettesben volt az a, az, az ellenrobot, amelyiket ki Valami csinálni. nagy irodaház bejáratát védte. Igen, igen. De pont ugyanígy nézett ki. Nagyon, nagyon ugyanígy nézett ki. Annyi volt a különbség, hogy a propellerek helyett másfajta forgó eszközei voltak a karjai. Persze, forgóteres gépágyúja volt. Igen, Gatling. Azt te honnan tudod? Mit? Hogy milyen márkájú? De az a neve. Forgócsöves nem forgóttáras. A... Ja, a csöve, te valóban. Meg a igazából a revolver a forgótáros. Persze. Ez gyönyörű termék. Mire való? Mert ugye akkor most van két karja, de fogni továbbra se tud, mert hogy akkor nem tud röpködni. Meg ha tud röpködni, tehát ez miért is jó? Ez még kísérleti fázisban van. Szerintem egyébként ezt egy kicsit föl fogják skálázni és ezeket a vacak kis propellereket tényleg helyettesíthetik valami masszívabb forgóeszközzel, mint például egy forgó csöves gépágyúval. Ugye ezt villanya a föl lehet pörgetni, tehát nem feltétlenül kell állandóan lőni vele. Ja, és akkor egyfajta ilyen rotorként, hogyha a föld felé állítod és nem lő, akkor azzal is lehet repülni. Ha pedig vízszintesbe akkor lőni is lehet. Hát, ha nem is repülni, de egyensúlyozni biztosan. Igen, egyébként a robot kísérleti jelleggel olyan feladatok megoldására született, mint például a slackline tudjátok, amikor két fa közé ki van feszítve egy ilyen heveder, praktikusan így fogalmaznék, és akkor azon egy végig kell egyensúlyozni. Az nem Kötéltáncra gondolsz? Nem, kötéltánc, ez egy sport. De hogy ezzel miért akarok én robotot végigmenetni, azt nem tudom megmondani. Emberek azért csinálják nyilván, mert iszonyon kell hozzá koncentrálni, meg ügyesnek lenni, meg erősít, meg mindenfélét tud. De robotot ezen nem tudom, miért akarnék edzeni. A másik pedig, hogy például fog tudni gördeszkázni, mert jobb lesz az egyensúly érzéke. Ez egyébként nagyon fontos. Még nem tudom miért. Miért gördeszkázna a robot, egy rá kereket, vagy repüljön, vagy... Megmondom, olimpiai sport. A robot gördeszkáztatás? Első sport, amiben robot tud részt venni. Hm? Autonóm robotként. Hát mondjuk az lehetett volna a, nem tudom, pizzasütés is, tehát... Az nem, nem olimpiai sport. Még. Figyelj, ha már úgyis gépágyút szerez akkor mi lenne, hogyha az agyaggalamblövészet lövészet lenne a sport? nem slacklinoznának a Nem, bárjá, bárjá, bárjá. nem, az, hogy a, a biatlon. Sí és lő. Mondjuk, tudom, az nem annyira népszerű, mert az téli sport. Triatlon. És akkor megnézzük, hogy vízálló-e. Minek legyen vízálló? Hát elrepül. Hát nem, mert úsznia kell. Miért? De van propellere, tud csalni. Van propellerre, így van, így van. Megy, 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 ez, megy ez. Hát mindegy, de szigetelést tesznek, az milyen jó. Egyébként ez a kísérleti robot, amiről beszélünk, ez 75 centi magas jelenleg, és nekem nagyon meglepő módon a mérete és a funkciói ellenére mindössze állítólag két és fél kiló. De ebből lehetne csinálni rendesen ilyen robotzsarú méretűt, ami mondjuk háromszor ekkor, az milyen magas? Az 2 méter 25 centi lenne. Az úgy már pont. Kb. a kilenceres lenne a súlya, gondolom, mert az is inkább négyzetesnek venném akkor mondjuk az már 20 kg, hát mondjuk azt még rendesen meglökött fönn, az fölborul. Ja, nem 71 hát egyen súlyérzéke. Súlyt köbösen számolunk. És akkor ezt lehetne robotzsaruként használni. Kiállítani a bejárathoz, és akkor ezt tudna védeni. És megjött a jövő. Vagy a múlt. Robotzsarut minek tekintjük. Húha, na most ezzel megfogtál, nem tudom, hogy mikor játszódik a robotzsaru. Maga a film a robotzsorú az 87-es, a második része az 1990-es. Mindjárt megnézzük, hogy ez mikor játszódik. Nem írják itt, ahol keresem, hogy mikor. Itt, oh. hát közeljövőben játszódik. Cselekménye, mely Detroit pénzügyi csődje körül forog, végül 2013 ban valósággá is vált. Írja a Wikipédia. Mármint kiengedték a gyilkos robotokat az utcára. Azt akkor... nem, de Detroit csődbe ment. Ja, de ez jósolható volt. De most már eljutottak addig, hogy valójában a, a robot is ember. vált. Még egy dolog nem, az OCP. Az ugye az akkori rendőrség. Jaj, tényleg. Mert hogy az már ilyen kereskedelmi alapokra helyezett rendőrség lesz. Tudod, mi volt még abba? Na mi? Rengeteg olyan gyilkos robot volt benne, ami most megvalósulni látszik. Emlékszel, amikor beszéltünk a potról, hogy miért pisír pohárba a helyet, hogy gépágyút raknának a hátára? Gépágyú Spot, persze, hát ott van az egyik legnépszerűbb adásunk, a Spotify című. És ugye tudjuk, hogy a Boston Dynamics az szigorúan tiltja bármiféle használatát a Spotnak. Támadó jellegű használatát. Támadó, de nem, nem is, hanem, hanem mindenféle fegyveres erők számára. Amikor a franciák paintball puskát rögzítettek a hátára, azt is nehezményezte, pedig az rendőri kiképzéshez volt, illetve azt is, amikor felderítő munkára használták, terrorista cselekmények esetén. Csak szegény elfáradt, úgyhogy ki kellett vinni. Ja, lemerült az aksia. Lemerült az aksia, szerencsétlen úgy kellett kimenteni. Na, ilyen aggájai nincsenek a Ghost Robotics-nak, aki, hát nem tudom, hogy mennyire másolta le a spotot, de egy nagyon hasonló négylábú jármű készült. Elképzelhető egyébként, hogy ez egy Xiaomi. Csak levették róla a burkolatot, nem? Azt, hogy is, hogy hívták. Robodog? Robodog. Lehet. Nem, mert annak valami pusztító aronda a feje volt. Ez nem olyan csúnya. Azért mondom, hogy levették a burkolatát. Ja. Uh -huh. Mert hogy ennek, ennek nem látszik, hogy burkolatlan lenne. A szervói azok nagyjából ugyanolyanok, mint az összes többi ilyen robot négy lábunak. Azt mondod, hogy ez burkolatlanul egy Xiaomi? Hát burkoltam burkolatlan. Akkor ez egy Xiaoshiao? Xiaoshiao. Ugyanakkor a, a tetején levő... Ez most nem vízhordónak szentek, igen. A tetejére szereltek egy rendes gépágyút ez egy ilyen egészséges méretű gépágyúnak tűnik. És figyelj csak, a rádiós hadosztályhoz tartozik, mert amellett, hogy van rajta egy gépágyú, van antennája is, méghozzá nem is kicsi ott a hátulján. De nem is egy? Ha, kettő, kettő farka van, ez egy két farkú kutya. De ne politizáljunk szerintem. Szóval ezt az izét legyártották, maradjunk ennyiben, és akkor ezt most már forgalmazzák, lehet kapni, mit lehet róla tudni? A az adásunk megjelenése előtti héten, október 11-13 között volt egy védelmi jellegű kiállítás Washington DC-ben, és ott mutatták be az amerikai hadsereg 2021-es éves konferenciáján. Nekünk is van ilyen? A hadseregünknek ilyen éves konferenciája vajon? Az amerikaiakkal nincsen. Úgy néz ki, hogy járőrözésre már kezdik bevetni a robotot, ami nem véletlen, hiszen olyan 30-szoros optikai Zoommal felszerelt távcsőszemei vannak, olyan hőkamerája, és hát még csak 1200 méteres hatótávolsága. Tehát egy kicsit több, mint egy, egy kilométerről. Kilométer. Már veszélyben vagy. Ami azért jó, mert nyilván ez ilyen hidraulikus, kicsit nyeszegnyaszog. Van valami alaphange, de 1000 méterről azt már nem hallod? Azt hallod. Hallasz. De az a baj, hogy amikor hallott, ha hangirányába fordulsz, akkor már mindegy. Én azt gondolom, hogy ez egy várható kép volt, ez a megmondtuk kategóriába illik, már rég vártuk. Találkozni mondjuk ettől még nem szeretnék veled, de ideje volt. Ha már Uria, uh, emlékszel a mentő drónok és vérlovagoknál? Megmondtuk, hogy drónokat kéne használni, például Transplanthoz így van. Hát nem is Transzplanthoz mondtuk kifejezetten. De ja, dehogy nem? megmondtuk, azt is mondtuk. a vérlovagok így. azért jöttek be a képbe. Na. Hát megmondtuk. Toronto Western Hospital és a Toronto General Hospital között már egy egész tüdőt átjuttattak trónnal. Mindössze 6 perc alatt. Így van. Valamikor a közelmúltban, itt 2021. második felében, egy drónnal, ez valószínűleg mindennél gyorsabb volt, amit még lehetett volna ezen kívül csinálni. Kicsit csaltak. Mert hogy előtte 18 hónapig készítették elő a szerkezetet, meg a terepet, de hát most azért egy éles tesznek ez nem volt rossz. De lehet, hogy egész addig ott állt készenlétben töltön a drón, amíg nem jött a megfelelő szerv, amit át tudott vinni. Igen, de szóltak a betegnek, hogy please remain patient. Hold your breath. <laughs> 18 hónappal előtte most vegyél nagy levegőt. Ja, ez nagyon rossz volt. Jaj, szegény. De tényleg úgy tudjuk, hogy sikerült a műtét is egyébként, és az új módszer az remélhetőleg be fog válni majd máshol is nálunk is, azért képzeljétek el egy városon belül, mit tudom én a János Kórház meg a baleseti között, bármilyen más közlekedési eszközzel mennyivel lassabb, mint légvonalban egy drónnal, szóval hogy tökre megvan a jövő benne. Hurrá, hurrá! És gratulálunk! Egy dolog fontos, ne keverjük össze ezeket a drónokat azokkal, amelyekkel pizzát szállítanak házhoz. Ne, doboz, doboz, neki mindegy, nem? Mind a Há... kettőben melegen kell tartani, vagy hidegen. Igen, konstans hőmérséklet. Na hát, ha ez beválik, akkor a pizzát se hűl ki, mire hazaér. Sze. De ha már hőmérséklet. Na, az Apple elkezdett gondolkozni azon, hogy ha úgyis a füledben lötyög állandóan egy airpod akkor fel lehetne használni mindenfélére. Elsőként a feltörekvőben levő egészségügyi szenzorokkal próbálkoznak, hiszen nincs is annál jobb, mint adatot gyűjteni a, a, a majdnem áldozatot mondtam, a vásárlóidró. Hát hát a health az egyébként is már tök rég arra épül, hogy ilyen mindenféle viselhető kütyükből adatokat szerzünk rólad, lépésszámot, púzust, nyelvméretet. De szerintem teljesen rendben van, hogy az airpods is használjuk valamire, ha már úgyis ott van a fületben. De mégis mire? Hát mondjuk kiválthatná egy fülhőmérőt. Pontosan ez volt az első kísérletük. Hőmérőt helyeztek el az airpods de lehet, hogy még csak tervezik, de... Egyelőre csak tervezik, igen, tehát, hogy ez jelenleg kísérleti fázisban lévő eszközkísérlet, azt állítják, hogy lehet, hogy ebből sosem lesz semmi, ettől függetlenül maga a gondolkodás nekem tetszik, tehát ha már, akkor, akkor használjuk ezeket is valamire. Próbálták a hőmérő funkciót, mondjuk magával a fülhőmérővel az az alap problémám, hogy még a, az erre hivatott eszközökön is rajta van, hogyha be van dugva a füled, vagy rajta feküdtél a füleden, akkor teljesen értelmetlen megmérni, hiszen megnő benne a hőmérséklet. Az nem baj, mert korrigálhatod. Oké, okay, de mivel? Hát azzal, hogy men mennyi ideig volt a füledbe az csak egy tanulási görbe, tehát működhet. Nem tudom, abból azért hiteles eszközt nehezebben fogsz tudni szerezni. Amire még lehet jó, és kísérleteznek vele az ilyen hallásjavító eszköz, He? ezt egyébként az Airpods Pro is tudja. Nekem egy nagyon érdekes meglepetés volt, hogy ugye két módja van. van a noise cancellation, amikor a külső zajok nagy részét kizárja, csak a nagyon kiugró extrém értékeket hagyja meg, hogy mitten egy villamos csilingelését, vagy az autódudalását meghalt, amikor ebben a módban vagyis és elbambulsz, és elég hülye vagy ahhoz, hogy ezt a forgalomban használd. De van a másik, amikor ezt a némítást kikapcsolod, akkor a külső mikrofonjaival, amivel normális esetben a másik fél számára gyűjt hangot, befelé sugároz hangot, azaz hangosabban hallod a körülötted lévő világot, úgymond kikapcsolt állapotban, mintha, mintha nem lenne bedugva a füledbe az Airpods, ami egy nagyon fura és meglepő élmény. Akkor valójában egy kis hallókészülék módján erősíti a külvilág zajait. Na és most éppen ezt vizsgálják, hogy erre például lehetne akár hivatalos eszközként használni. De képzeld el, még arra is gondoltak, hogy a benne levő gyroszkópokkal gyrosz, már Igen, ez is forog, tudod. A viselőnek figyeljék a tartását. Az imbolygását. Jól tartja el a fejét. Nem tudom egyébként, hogy mi más tudnak ezzel. Fejed mennyire rászkodik, mondjuk, hogy mennyire lejelsz ott rombálna. Azt már csinálják, például a, a Samsung Galaxy Watch-ok, -ok, azt hiszem az a abban van otromba járás figyelő? Futás közben, hogy mennyire csapodod a lábad, illetve mennyire döng, milyen lépés között van, és a többi, és a többi, ezeket mind-mind figyeli. És figyelmeztet arra, hogy rossz tartásban futsz. De ezt az órát figyeli, vagy valami okos cipő? Az órát. Na hát. Hát a becsapódás erejét azt érzi, amikor, amikor ugrasz, vagy lépsz. Hát de a kezedem van az órád, nem a lábadon. Attól még van rajta egy gyroszkóp, ami. Hát ugye a kezed az valahol össze van kötve a lábaddal, jó, mit lehetne még mérni ilyen airpods adjunk nekik tippeket? Például fülzsír vastagságot, és ebből következtetni a tisztálkodási szokásaidra, és rögtön el hozzáadni ilyen drogéria termékek fogyasztására felszólító üzeneteket, vagy inkább használatára, nem fogyasztására. Össze lehetne kötni például a púzusmérőddel, és hogyha kezdesz elszundikálni egy olyan időpontban, amikor neked éppen meeting van kiírva a naptáradba, akkor egy ilyen mm ezzel így figyelmeztethet arra, hogy légy éber. Miért bzz? Bármilyen hangot tudatni ez egy fülhallgató. Arra gondoltam, hogy egy elektrosokkot a fülbe. Tudja mondani, egy Dave! Dave, kell Lehetne bele... Oh. tessék, brit tudósok. Fülször szagelemzés. Ritkán fordult elő életemben az, hogy bárki is panaszkodott volna a fülszőröm szagára. Ugyanakkor, ha már az előbb úgy is említettem, valami hogy... biztos le lehet ebből is szűrni. Akkor már rögtön lehetne ilyen... Fűszörnyíló. Fűször leégető, igen. inkább csak nyírja. Ups, kicsit hosszabb lett a csóban maradhat. Kisütötte az agyad, az a teljes valóság akkor. De nem mindenkinek ugyanolyan a füle. Eleinte. Igen, de mondjuk halójára tágítást ezzel, akkor már lehet végezni. Nem tudtam, hogy a halaknak van lovas kocsia. Az a hallójára. Jó. Próbáljuk felvenni a fonalat. Mire lehet még használni? Zenehallgatásra. Mi? Ja, nem, bocs. Engedd. Ne, ne, csak így gondoltam, hogy akár, akár, ilyenre is. Jó, az Apple eszközök újrahasznosítása ilyen egészségügyi célokra, ez még akkor egy ilyen terület. Eddig se értettem, hogy ezt miért akarjuk csinálni, de most is inkább csak figyelem. Viszont hallottál a Luna Display-ről Apple eszköz újrahasznosításához? Ez ö ilyen holdudvarként jelenik meg az Apple eszközök körül? Nem, az Apple eszközökből ez holdudvar, az ablakos gépek körül. Ó, ablakot nyitsz a holdra? Nem. Hold volt, hold nem volt. Nem. Miért jó ez a Windows Luna Display? Arra jó, hogy egy iPadből tudsz másodlagos kijelzőt csinálni vele. Aha. Tehát akkor az iPad-en nézel valamit, és közben ott van mellette egy másik számítógép? Nem, a számítógépen nézel valamit, és az iPad-re pedig kiteszed a Netflixen futó sorozatot közben. De hogy végre nem kell megosztani az ablakodat. <laughs> Mindegy, hogy eddig ezt csinálta volna, de... Igen, igen, de hogy most már futhat mind a kettő a Windows-odon, és az iPad az... Igen, egy külső... Szolgai módon fogja szolgálni, minthogy nem tudnád külön elindítani. Külső kijelzőként használható, igen, és át lehet húzogatni bele a dolgokat. Olyan, mint egy ilyen kicsi új monitor. Szerintem nem teljesen rossz ötlet. Kicsit fura egyébként, hogy ez sikerült úgy megkekelni, hogy a Windows és az iPad együtt működjön. Ne, nekem ez olyan gyanús. Hát elvileg AirPlay-en keresztül lehet ilyeneket csinálni, csak egy szoftvert kellett hozzá készíteni, ami, ami működő képessé teszi. Hmm. Végre valami, amivel a Microsoft pozitívan jelenik meg. Miért? Ez a saját termékük? Nem, de megjelenik rajta a Microsoft Windows, nem? Értem. Hát csak azért kérdeztem, mert a LinkedIn például szintén a Microsoft de azért a saját termék az egy erős kifejezés lenne, úgy vették. Az azért volt jó, mert működött. Jó volt ez a kifejezés, amit az e imént használtál, volt jó. Mm -hmm. Kínában már nem annyira az. De csak másképp. Mégis mi történt? Hát Kínában úgy szeretik, hogyha a LinkedIn-nek a Facebook funkcionalitását használják, ami nem a hírfolyamot a jelenti. Nem, és nem is a marketplace-t, hanem hogy face és book. Azaz, lényegében egy nagy CV könyvtár marad belőle, profillapokat lehet benne böngészni, talán még üzenetet lehet küldeni egymásnak, aztán csá. Nem, nem, még azt is leszedik, a minden social media feature-t leszednek. De meg azt ödül. én nem találtam social médiának, hogy lehet privát üzeneteket küldözni. Arra van, arra ott az e-mail. Ja, elnézést. Igen, azt láttam, hogy social media funkciókat kiértják belőle, de na, tehát ez a hol kezdődik. Különben nem egy rossz ötlet, hogy így letírtsuk, mert egy csomóan nem szeretik a, a, social médiát már. Nekem is például, ugye van Facebookom, csak az alkalmazást nincs letöltve, mindössze a Messenger részt használom, de a, a, Marketplace meg ilyeneket, nem. Ez a leiratkozás mindenről, ez nem tűnik rossz ötletnek. És akkor csak azt a pár funkciót megtartani, ami, ami érdekel. A Facebooknak sem tetszik az az ötlet, hogy leiratkozás mindenről. Mi az, hogy nekik sem? Hát a Microsoft támogatja. De a Facebook nem támogatta, legalábbis abban az esetben nem támogatta, hogy ezt egy külső fejlesztő ingyenes alkalmazásban megosztotta a közösséggel, unsubscribe all kiegészítő néven. Ez az összes Facebookos hírcsatornát, feliratkozást, értesítést mindenestül fogta, és végiggyalogolt és kikapcsolgatta. Innentől a Facebook az egy teljesen üres hírcsatornával jelent meg, képzeld. Na, hát pont ugyanazt csinálta, amit a Microsoft ad Kínában, sőt, még így is többet ad, mert ettől még ott a marketplace, meg ha akarsz, akkor fel tudsz egyébként iratkozni hírcsatornákra. Igen, ugyanakkor nem tudja a Facebook megcsinálni azt, hogy azokat a dolgokat az arcodba tolja, amiket ők szeretne belerakni a streambe, hiszen nincs mihez kötni neked a tartalmakat. Hát de még feliratkozhatsz utána újra, ha valami érdekel a Facebook ilyen szempontból kicsit úgy működik, mint a Windows Edge, nem? Hogy így megengedi ő azt, hogy egyenként mindenről leiratkoz, meg feliratkoz. Csak azt nem szeretné, hogyha mindegyikről könnyen tudnál le mert akkor kiváltható lenne a funkció, és kiüríthető lenne a hírcsatorna. Ez nem ütközik verseny szabályba? Nem, mert a szolgáltatás használatnak egy alapja. Nincs ennek valami elnevezése a az amerikai terminológiában? Nem ez a dark pattern, amikor így meg van nehezítve a dolgot, hogy abba az irányba menjél, amerre igazából szeretnél, de a szolgáltató nem? De, sőt, ez az, amit Kalifornia már tilt is. Akkor lehet, hogy Kaliforniában perelni kéne, hogy mégiscsak engedélyezzék azt a funkciót, de legalábbis kártérítsék azt a fejlesztőt, aki kifejlesztette? De mivel kártérítsék az ingyenes alkalmazással kapcsolatban? Visszengedik. Igen, egyébként letiltották a Facebook accountját is, bár ha jól értem, az ő célja az volt, hogy ezen a Facebook accounton az égvilágon semmit ne lásson. tehát ne, Csak a többieknek a profiljait akarta megnézni, meg a Marketplace-t használni uh -huh, uh -huh. Mert hogy az volt vele a célja és a haszna, hogy sokkal-sokkal-sokkal kevesebb időt töltött el fölöslegesen a Facebookon, ténylegesen arra használta, amire szüksége és igénye volt, és nem böngészte csak azért a hírcsatornát, mert ott volt. Így van, ez hatalmas addikciót is tud okozni bizonyos embereknél, hogy nehogy lemaradjon valamiről, folyamatosan nézi ezeket a csatornákat, és próbálja követni, hogy, hogy van-e valami újdonság. Ez egy ismert, ennek a függőségnek már neve is van. Mm, digitális függős. Hát hivatalosan a WHO ezt a tavalyi évbe vette bele a katalógusába. Who? Who? Dr. Who. Tudod, az igen. Nem, nem unsubscribe subscribe, -on. Remove account. Erase. Törölj le. E Evezünk szoftosabb vizekre így a végére. A brit tudósok mm -hmm. azt olvastad, a telexen volt, hogy a rákokat vonzák a víz alatti kábelek, és oda gyűlnek köréjük, és az elektromos kábelekből származó icipici feszültség miatt így megmerevednek rajta. De milyen elektromágneses sugárzást is bocsát ki egy kábel? 5000 Tesla, vagy hogy volt az? 500 mikrotesla az mihez képest mérhető bárhogy? Ez egy normál hűtőmágnes erejének az 5%-a, tehát... Tehát ha rákot akarsz fogni a balcsiban, akkor csak egy zacskó hűtőmágnesen kell körbesételni. Zacskó hűtőmágnes is rögtön nem futnak el. Ugyanis ezek a rákok... rákok. Egyébként, ha jól láttam, főleg a hímek, amikor találkoznak... Egyértelműen, egy merevednek. Ilyen kábellel, akkor megmerevednek. Ez a téma úgy jött egyébként a képbe, hogy a Skót tengerparton, tenger közelben van rengeteg szélerőmű, és megfigyelték a tudósok több tucat tarisznyerek vizsgálatával, hogy a szélerőmű, illetve a turbina és a part közötti kábelek környékén a tarisznyerek populációja kicsit másképp viselkedik, mint ahogy az elvárt. Például nem vándorol a szokott módon párzáshoz A-ból B-be, hanem amikor odaér a kábelhez, akkor ott egy kicsit megáll borzongani. Lehet, ez, ez számukra valamilyen kélyes érzés. Simán lehet. Vagy megrázó, ezt ugye nem tudjuk egészen pontosan, tehát hogy te is megmerevedsz azért, amikor így belenézel a kettőhúzba. csak nem a hűtőmágnestől érzel hasonlót, de ő egy is mégiscsak. Az is lehet, hogy a bennük levő iránytűt zavarja meg. Nem, tudjuk, hogy van fiziológiai elváltozás is, például nő a vérsejtek száma, és hogy így a mindenféle fertőzésekre is fogékonyabbak azok a rákok, amik megállnak borzongani ezeken a madzagokon. Kicsit egy pillanat, meg egyszer. Mondtam, hogy brit tudósok. Tehát a brit tudósok azzal szórakoztak, hogy tarisznyarákokat borzongattak. Borzongattak, és fertőztek meg bakteriális fertőzésekkel, meg kontrollcsoportot is, hogy megnézzék, hogy melyik fogékonyabb arra. Hm? Hűha. Azt mondjuk megértettem, hogy a cukorkoncentrációjuk miért növekszik meg, hiszen gyakorlatilag egy helyben vannak, nem mozogják le a fölösleget, nem? Elhíznak a tarisznyarákok. Nem, nem híznak el, ilyen holnak, ha nem mennek enni. Hiszen állnak borzongva. Mindenesetre. Hm. Minden esetre a tengeri szélerőművek miatti rák túlszaporodás, illetve kihalás minket, magyarokat két okból sem fenyeget. Na? Se tengerünk, se szélerőművünk. De szélerőművünk van, kisalföldön van egy csomó. Nincsen olyan mennyiségű, hogy ez megzavarná a magyarországi tarisznyarákok vándorlását. Ez elég valószínű. Ugye? Hát én is elkezdek hátrafele vándorolva visszavonulni a gumiszobába, mint egy rákocska. Vagy a tarisznyarák az oldal az? Az, oldal az Akkor lapozunk egy új oldalra. Ezen a héten rövid adással jelentkeztünk csupán. Jövő héten viszont újra jelentkezünk. Addig hallgassátok az említett adásainkat a Megmondtuk rovatból. A Telegram csatornánkon hozzánk is szólhattok. Link az adás mellett. Lájkoljatok, serreljetek. Sziasztok! Sziasztok! A Fortól a Fortól meg, for megkaptuk az angyali üdvözletet. A Fortól megkaptuk az angyali üdvözletet. Ez elég komolyan befolyásolja a skót partoknál élő tarisznyarákókat, hisz rákókat. Nem, az, az más, az egy jóbszert, <gül> <típus>. <gül> Jó, a rákókat. Megmerevedik Rálkóka? a rákókat. Rá, először meg, megmerevedik, aztán rákókad. Jó lesz ez majd, ebben úgy lesz hír. Jó,